A térre felkészítő oktató bemutatót tartott Rákosmentén a Polgári Védelmi Törzs. A szakemberek nehezen megközelíthető terepen bajba jutott autóból mentették a sérülteket, illetve a lehetséges árvízhelyzetekkel kapcsolatos feladatokat gyakorolták. Egy balesetet szenvedett autó utasainak mentését figyeli a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. C-osztálya. A Rákosmenti Polgári Védelmi Törzs csapatai ezzel a mentési, majd árvízvédelmi gyakorlattal imitálták a hideg évszakban és annak hatására bekövetkezhető katasztrófa helyzeteket. Elengedhetetlen a folyamatos gyakorlatozás, hiszen az ilyen esetekben nagy szükség van a polgári védelem és a katasztrófavédelem, ezen belül pedig a tűzoltóság szakembereinek segítségére. A téli időszakban a fűtési szezon is több feladatot ad. Tudtuk meg Tóth József tűzoltó alezredestől, aki a Dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelője. Télen a katasztrófavédelmi és azon belül a vonulós tűzoltóknak a klasszikus feladatai adódhatnak, műszaki mentés egyrészt, másrészt ugye a téli időjárás beköszöntével ugye egyre több tűzeset is előfordul, egyre több használnak tüzelő-fűtőberendezést. A tüzelő-fűtőberendezések az esetleges karbantartásnak az elmulasztásából adódhatnak olyan feladatok, ami a beavatkozását igényli a katasztrófavédelemnek, azon belül pedig a tűzoltóságnak. A másik nagy terület a műszaki mentés és a tűzoltás mellett pedig a hivatásos kollégák, a megelőzési kollégák csinálják a katasztrófavédelem részéről. Ők a különböző olyan vizsgálatokat, ellenőrzéseket hajtják végre, tűzjelző berendezéseket és egyéb engedélyezéseket, amik ahhoz szükségesek, hogy minél kevesebb esetben forduljon elő tűz, vagy olyan műszaki meghibásodás, ami tűzesethez vezethet. A gyakorlat részletes menetét Horváth Tamás, Rákosmente alpolgármestere ismertette. Két fő részből fog állni a mai gyakorlatunk. Egyrészt egy mentési gyakorlat, másrészt pedig egy árvízvédelmi gyakorlat. Ennek a lényege az, hogy az önkéntes egységek egyrészt tudjanak illeszkedni a hivatásos egységeknek a munkájához, másrészt amikor nincsenek jelen a hivatásosok, akkor az önkéntes csapatok is tudjanak segíteni adott helyzetben. Ezt szeretnénk olyan szinten begyakorolni, hogy önállóan is tudjunk segítséget nyújtani az embereknek, és úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen, ez a konkrét fizikai gyakorlat. Ézsiás Dezső alezredes, a helyi védelmi bizottság elnök helyettese elmondta, hogy az önkéntes polgári mentési szervek munkájára már több alkalommal szükség volt. A 17. kerületben nagy területi kiterjedése miatt az ilyen szakemberek munkája még inkább fontos. Az önkéntes és a hivatásos szervek munkavégzését is példásra értékelte. Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve mind a hivatásos állománnyal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, illetve a rendőrség állományának, valamint ennek a nagyon aktív, nagyon felkészített és jól felkészített önkéntes szervezetnek a felkészítésére is. Nagyon jól mutatja ezt, hogy minden évben két gyakorlatot tartanak a fiúk, lányok, egyet ősszel, egyet tavasszal. Horváth Tamás kiemelte, a polgári védelmi törzs mostantól nagy teljesítményű szivattyúkkal is segítséget tud nyújtani az árvíz okozta katasztrófa helyzetekben. Ami még hátra van a mai nappal, az egy árvízvédelmi gyakorlat, aminek a fő lényege az, hogy az önkéntes csapatot kitanítjuk, kiképezzük arra, hogy a vízelöntések esetén, vagy árvíz esetén hogy tudunk mi segíteni. Ennek két lényeges pontja lesz most itt a mai napon. Egyrészt egy homokzsákkal, egy úgynevezett nyolgát, vagy egy ellennyomásos medence készítése, valamint a szivattyú kezelés, ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni, amikor kell. Hát elsősorban ugye itt pince elöntéseknél tudunk segíteni, és miután rendelkezünk egy nagyon jó szivattyúval, ennek a kezelését be kell gyakorolni. A Rákosmenti Polgári Védelmi Törzs és a Báró Podmanicki III. János Honvéd Egyesület közös gyakorlatán a hivatásos tűzoltóparancsnokság és a 17. kerületi rendőrkapitányság állománya is részt vett.